A telefonhívás. Tudjátok, felhívhatnék én bárkit a világon, és egyből, rögtön felvenni. A pápát, egy űrhajóst, a bölcseknek bölcseit, a lelkisegét, és nekem kit kell felhívnom? Nagy szégyen, hogy nekem kit kell felhívnom? Drága Krisztusom, telefonálnom kell. Rendben, Bálint, már kapcsolom is. Itt a gonosz, kivel beszélek? Drága gonosz uram, én Bálint vagyok, és azért hívtam fel ön telefonon, hogy szabaduljak öntől egy életre. De hiszen Bálint uram, maga követte el ezeket a bűnöket, mit csodálkozik, rászolgált sorsára? Nem én soha. Nem én soha. De egy valamit mondanék önnek, én lehet elenyészek, eltűnök, de soha nem öli meg a szeretetet szívemben, és a szeretteim közelébe megy, Isten leszek nagy haraggal, és még egyszer kiüzetem önt a mennyországból. Nini Jézus, a gonosz lecsapta dühében a kagylót. Na látod, Bálint, látod, hogy nincs hatalma feletted? És én pont most tiltottam le őt örök életre az okostelefonodról. Köszönöm, és most, hogy tabula rázza van, fehér lap van, mi lesz velem? Tedd azt embertársaiddal, amit magaddal is tennél, drága Bálint, és meglátod, soha nem kell többet a pokolba telefonálnod. Szeresd embertársait. Szeresd embertársait. Köszönöm, Krisztus. Veled vagyok a világnak végéig, hogy egy kis átlényegülés is legyen itt a telefonhívás után. Szeretlek. Ne fordulj el tőlem.